idén is nagyon magasra tette a lécet a Hárfest. Én azt hiszem, hogy ez Magyarország legszínvonalasabb HR-es rendezvénye. Főtámogatóként természetesen jó látni, hogy ilyen sokan jönnek, több mint 1000 látogatót várunk ide a mai napon, és több mint 100 kiállító van, úgyhogy ez is emeli ennek a rendkívüli rendezvénynek a fényét. Nagyon sok inputot adunk, próbálunk adni, és nagyon sok inputot kapunk, ami nagyon jó, mert nyilván a tovább lépésekhez, az új üzleti kapcsolatokhoz ebből tudunk építkezni. Büszke vagyok arra, hogy a VHC csapata évek óta itt van, egy nagyon erős szakmai csapat és egy nagyon összetartó csapat, és meg tudjuk ezt mutatni az ide látogató közönségnek is. A HR-Fest rendezvényei több okból is nagyon kedvelem. Az egyik az, hogy olyan témákat tudunk boncolgatni a szakemberekkel, kollégákkal, amik sokszor nem kerülnek az asztalra, vagy akár tabu területek. Másrészt pedig lehetőségünk van a meglévő partnereinkkel kötetlenül kapcsolódni, beszélgetni, ismerkedni és mélyíteni a szakmai kapcsolatainkat. Nagyon jó platform, jó látni a HR-eseket, hogy jönnek, beszélgetnek, megosztják egymással a tapasztalatokat, a kihívások, és keresik a megoldást azokra a helyzetekre, azokra a problémákra, amikkel találkoznak a munkájuk során. Ma a vállalatoknak azzal kell megküzdeni a magyar munkaerőpiacon, hogy a fluktuációra megoldást találjanak. Annak ellenére, hogy egy lassuló gazdasági környezetben vagyunk most jelenleg, még mindig nagy problémát okoz a munkavállalóknak a cserélődése, az újaknak a megtalálása és a betanítása, és hát a talenteknek meg a képzett munkaerőnek az elvesztése. Úgyhogy talán ez az egyik legnagyobb probléma még mindig, amivel a vállalatok találkoznak. A másik kezelendő kérdés, ami részben ilyen társadalompolitikai kérdés is, hogy van egy kb. 200 000 főnyi inaktív munkára képes ember Magyarországon, és hát az ő beillesztésük ez egy nagyon nagy feladat mindannyiunk számára. A VHC a vállalatok számára komplex HR szolgáltatásokat nyújt, 30 éves tapasztalatunk van ezen a munkaerőpiacon, munkaerőtoborzás, kék-fehér galléros vagy diákmunkafoglalkoztatás, illetve bérszámfejtés, amit tudunk ajánlani a vevőink, ügyfeleink számára. We'll be right back.